Nagy szeretettel köszöntjük a mi magunk nézőit, Zagyva György Gyulával, Bor Tamással, Barcsa Turner Gáborral. Gyula, legutóbb, amikor kamerák előtt szerepeltél, az egész a Partizánban volt, igen, egy teljesen más ellenséges közegben. Ellenséges közegben. Várjad, először mondjuk már, hogy most hány óra van, jó? Tehát, hogy, ja. csak hogy most a komfortzónák, igen, mert hogy mennyi. 11:30 van jelenleg, úgyhogy ezért sem vagyunk fönt. Ugye azért szerepeltem a Partizánban, elővöm a poént, hogy a komfortzónánkból egy kicsit kimenjünk, és a komfortzónánkat egy kicsit elhagyjuk, és elmenjünk ellenséges közegbe. De most egyébként most is a komfortzónánkon kívül vagyunk, mert 11:30 van. Mert kényelmesen borozgatunk. Miért? Hát egyrészt azért, mert te késtél. Igen, de ezen kívül miért? Ezen kívül miért? Másrészt már átört a nemzeti oldalra a fegyverbeszerzési kényszer. Nem, a szélső jobb oldali vagy fegyverbeszerzési kényszer. És összeszereltünk egy több lövetű nyílpisztolyt. Hol van? Keservesen. Vegyük elő. És ilyen férfias játék, de ezért ellegóztunk. Igen, de ettől még nem lettünk trumpisták. Igen. Egyébként nagyon jó. 6-ot lehet betárazni, és gyakorlatilag ilyen fél automataként működik. De figyelj, de ezt most úgy tartod, mintha tökre tudtad volna, hogy hogy kell összeszerelni. Ott töketlenkedtetek egy nem óráj, van. Másfél óráig, azért késő. Teljesen mindegy, használni kell tudni jól. Igen. Na, párbaj, ha már fegyverek, és fegyverbeszerzési kényszer. Bujás Márton föltette a Jolly Joker kérdést, gondolta, hogy sarokba szorít ezzel, hogy Gyula, te lelőnél egy embert? De várjál, de nem úgy mondta, hogy ha más, tehát ő ezt nem, úgy nem, kezeli, hogy más a véleménye akkor, tehát hogy ezt nem... De ezt mindenki úgy kezeli, ezt láttam a hozzászólásokban is. Nem, arra futtatta ki, de ő csak megkérdezte, hogy te lelőnél egy ember. Igen, de először azt kérte, ugye, na csak hogy mindenki ért, csak mondjuk nem látta esetleg a videót, vagy a szereplésemet itt a Gulyás Mártonnál, Partizánba. Ugye nyilván felhozta a kérdést, hogy ugye, hogy én miért hiszek a párbajba, mert tudom én, 2011-es valami interjúmban, még ugye a Skapsi Fuzsinás interjúban ugye volt egy olyan kijelentésem, hogy a közelkölcs megromlása onnan számítódik, hogy betiltották a párbajt. De én ezt egyébként nem is szoktam ezt a meggyőződésemet, meg a párbaj fétisemet hirdetni, meg nem szoktunk erről beszélni. De maga a kijelentés az volt 2011-ben, hogy a közelkölcs megromlása onnan számítódik. Most nyilván ezek ilyen kommunikációs megfogalmazás, hogy betiltották a párbajt. De ez nem igaz? Igen, de a te nevedhez kötődik a legutóbbi párbaj kihívás is a parlamentbe. Noha a párbajterem már nincs használatban, de amikor 2011-ben valami MSZP-s beugatott... Nem MSZP-s, Fideszes. Fideszes? Fideszes. De Tomás, de most te nem tudod, hogy volt a sztori, de figyelj! Nem tudom, hogy volt! De még Fidesz pártak! De én tudom, hogy volt, ha már ennél a témánál vagyunk, akkor ezt behúzhatjuk, hogy ez Bányai Gábor volt egyébként, aki felszólalás közben bekiabált, ami ugye a kamerákban nem nagyon hallatszik, hogy kussoljál már, te hülye gyerek. És akkor én meg ennyit mondtam neki, hogy jó, ezt majd a folyosón megbeszéljük, és ez is mekkora a sztori lett? Egyébként nekem jó jött, mert az ismertségemet azt egyébként amúgy kicsit feltolta ott rögtön 0-0-nál, meg egyébként úgy a Jobbikban nagyon kiakadtak rajta akkor. Azt, ugye ez az első napon volt, és a Jobbik vezetése tök ki volt akadó, hogy elloptad a sót. Úgy, jó, de az látszik. Tök véletlen. Jó, de Gyula, az látszik egyébként itt a partizános szereplésnél is, a országgyűlésben való szerepléseit kapcsán. Hogy egy ilyen mutális állatnak gondolnak. Ne, ja. De annak gondolnak mindannyiunkat. Igen. De azért, mert már annyira eltávolodtunk ettől a modern világtól, kvázi ma olyan terem ebben a világban élnénk sok esetben. Nem is élünk ebben amúgy. És ezt is említetted ugye a Gulyás Mártonnál, hogy ufók vagyunk, de nem úgy vagyunk ufók, hogy magunkat a Siriusról jövőre tételezzük, hanem úgy, hogy kvázi idegenként, mert már ebben a modern világban teljesen, tehát az archaikus ember, vagy aki törekszik archaikussá válni, azt vesz észre, hogy teljesen idegenné válik, és ami neki természetes, mondjuk, hogy a párbaj intézményét igeneli például,
vagy egyes tradicionális eszméket, akár mondjuk a demokráciával szembe megy. De az igennel, várj, de az igennel is azt jelenti, hogy akkor holnap be kell vezetni, mert realitás érzékünk van. Így van. Ezt nem tudják felfogni. Jó, de nem tudják értékelni. Jó, tehát az, hogy hiszel egy ideába. Igen, de már maga az, hogy hiszel egy ideában, meg hogy ezt valamilyen szinten képviseled, meg kimerted mondani, és mondjuk nem elhatárolódtál saját magadtól, igen. Mert valaki azt csinálná egyébként, igen. Hogy ja, az már rég volt, meg változok, meg hát, nyilván ez volt az, gondolom ezt is gondolta a Gulyás Márton is, hogy majd ezt fogom mondani. Uh-huh. Ez kellemetlen, és utána akkor oda, így, te lelőnél így egy embert? Hát, most, tehát, mit lehet erre mondani? Erre mit lehet mondani, de egyébként amúgy nem, tehát nem értette a ős a kérdés, na, nem érti tehát, a, tehát egy az egésznek a lényegét. Persze. Igen, de ez is megmutatja, hogy nem értik az egésznek a lényegét. Pedig még a Gulyás Márton egy intelligens ember, meg nyilván van tudás mögötte. Érted, most akkor aki mögött nincsen, attól meg mit vársz? Jó, csak és neki ő sem érti. Nincs érzéke ehhez, tehát ez kell ja, egy mert se arhaikus érzéke nincsen. Akinek igen, tehát akinek a becsülethez, meg ilyen tulajdonképpen metafizikai kategóriához nincsen érzéke, az meg transzcendenciához, meg egyébként érteni. Amúgy a régi világhoz, de figyelj most a Gulyás Márton, egy klasszikus, tipikus új baloldali fél marxista, fél anarchista. Most nyilván ezt ő tagadná, de egyébként az új baloldaliságot nyilván nem tagadja. Egy új baloldali félanarchista, félmarxista ideológiát hisz, val, vagy igen. Val, amit egyébként amúgy... Ez egy világnézet inkább. Igen, vagy egy ilyen világnézetet val, és ezt egyébként amúgy rendesen komolyan is veszi egyébként. Tehát ez tény, tehát ezt el kell ismerni, hogy legalább ő saját magát, komolyan veszi, mert az már szint. Innen kritizáld egyébként, azt nem hallottam még tőle, hogy kifejteni, hogy mi lenne az a vágyott mondjuk gazdasági rendszer, amit ő egyébként előirányít. Hát, most de lehet, hogy azért nem hallottad, most nem védjük, mert nyilván nem ebből kellünk fekszünk, hogy mondjuk a új baloldaliaknak mi a pontos vágyott gazdasági világnézete. Mert ha rákeresnél, akkor nyilvánvalóan kifejtették, de most annyira minket se érdekel ez. Hogy hát ezt én, ilyen szempontból megnézzük is a bulvár műsorikat. Én végignéztem azt a dokfilmet, amit a neoliberális gazdaságpolitika ellen csinált, de nem derült ki belőle, tényleg? Hogy mit annyira nem érdekel, hogy ezt én nem tudom végignézni. És ilyen szempontból a bulvárt könnyebben megnézem, mondjuk náluk is, tehát mit tudom én, a Gajdi Csottós, meg a Csintalan Sándoros videókat megnéztem, de most mit tudom én, a neoliberális gazdaságpolitikát nem nézném végig. Igen, itt az látszik ennél a párbaj témájánál is, hogy azért nem értik, illetve az kelt ellenérzés bennük, velünk szemben, hogy úgy vélik, hogy milyen erőszak fétisben vagyunk, és mi ez alapján az erőszak potenciál, hogy itt éljük ki meg ilyen témákban a frusztrációnkat, illetve az erőszakosságunkat, és hogy milyen vademberekként mindenkit legépelnénk, neki menni. Aki nem ért velünk egyet. Tehát, mert ezt ők úgy gondolják, hogy azért kell párbajozni, meg azért párbajoznánk mi, mert ha valaki nem ért velünk egyet, akkor azt rögtön lepárbajozzuk, és lelőjük. Igen, igen. És egyébként ez úgy működik, hogy utána még nem is az, hogy lelőjük, hanem jó, megverjük. Mert a párbaj az, hogy az erő dönt, és összeverekszünk, és akkor, tudom én, barbarizmusból belevágsz a fejébe egy tomahawkot. Igen. Ezzel szemben mit mondott Claire Vilmos, a leghíresebb magyar párbajkódexnek a megalkotója erről az intézményről? Nincsen nemzet a világon, ahol annyi becsületügyet intéznének el lovagias úton, mint éppen mi nálunk Magyarországon. A franciák és olaszok, akiknél pedig a fegyverforgatás egyik alapföltétele a nemzeti nevelésnek, talán együttvéve sem vívnak annyi párbajt, mint mi magyarok. 1000 év dicsőséges tradíciói, nemzeti függetlenségünk büszke önérzete, fajunk ősi harcias jellege, véralkatunk, szigorú fogalmaink a becsületről, s a női eszmény, amelynek még mindig a lovakkor magasztos idealizmusával hódolunk, mind szinte predesztinálnak bennünket a párbajra. Társadalmunk és igazságszolgáltatásunk hiányos berendezése is jelentékenyen hozzájárul, hogy ez így legyen. A társadalom megtagadja a közösséget a férfiúval, aki megfelelő elégtételt nem vesz a becsületén esett sérelemért. A törvény pedig alig védi meg a becsületet.
a merénylőt, aki az ember anyagi élete és vagyona ellen intéz támadást, halállal büntetik, vagy fegyházba zárják. Azt a merénylőt ellenben, aki az ember morális élete, egyéni méltósága, becsülete ellen tör, egyszerű pénzbüntetéssel és csak ritka esetben büntetik fogházzal. Nagyon természetes, hogy míg a törvény csak így védelmezi a becsületet, és így bünteti azt, aki sérti a becsületet, addig a párbajok nem csak nem fölöslegesek, de szükségesek. Isten mentsen az olyan társadalomtól, amelynek tagjaiból hiányzik a morális sértések iránt való lovagias érzék. Mondta ezt valaki egyébként nem is olyan régen, 100 évvel ezelőtt, körülbelül, és hát azóta azért elég nagyot változott a... És látjuk, hogy igaza van. Mert igen. Ugye eltűnt a társadalmunkból a párbaj, azóta például egy sértés kapcsán mit lehet csinálni? Beperelni, igen, szaladni óvó bácsihoz, és általában nem lesz belőle semmi. Igen, és akkor teljesen nevetséges és méltatlan. Igen, és várjál, tehát, ami mondjuk minket mondjuk érint, mondjuk közéleti személyiséget. Tehát az, hogy mondjuk egy újságírónak mondjuk a szavak mögé nem kell állnia, és mondjuk azt ír, amit akar, meg egyébként amúgy most már ipar épült arra mondjuk a kormány médiába is, hogy mondjuk félreteszik azt a pénzt, amit egyébként majd a kártérítésre kifizetnek, és emiatt leírhatnak bármit, és úgy gondolják, utána majd kifizetik, mert ez bele van számolva a költségvetésbe. Igen. És úgy, hogy közben, az nem számít, hogy közben egyébként embereknek az egzisztenciáját ebben tönkreteszik, hogyha mondjuk a szavak mögé kéne állni, akkor mondjuk az első mondjuk párbajnál, vagy az első olyan dolognál, amikor mondjuk az első újságíró mondjuk elfekszik golyóval a homlokában, akkor utána lehet, hogy sokkal kevesebb ilyen cikk születnek. Igen, csak az a baj, hogy teljesen arra épült rá a modern kommunikáció. És nem lenne annyi párbaj, tehát... Mert utána visszatartó erre lenne. De igen, arra épült rá az egész modern kommunikáció, lásd Facebook, lásd a komment demokráciát, hogy névtelenül, mocskosul, aljasul, bármit oda lehet fröcsögni. De akár még névvel is. Névvel is, mert nem történik semmi, ugye a legtöbb ember ezt ugye névtelenül csinálhatja, űzheti, míg régi korokban nem az, hogy névtelenül, hát egy sértésnél, ha az nem is volt mocskos, aljas, csak mondjuk valótlan volt, egyből megtörtént ugye a párbajra kihívás, ami nem azt jelenti, és az nem számít a párbajnak, ha ott hirtelen felindulásból jól legépelted, agyonlőtted, leszúrtad, az nem számít össze a párbajra. Összevel kettő, mert utána elmondom, tehát erről ez a általános vélemény, ezt látom a... Igen, de ez nem a párbaj. YouTube videó alatti kommentek. Hanem, hogy ennek megvoltak a szabályai, te is hoztál ugye Tamás párbajkódexeket, le vannak írva, mint egy törvénykezés, hogy ez hogy néz ki. Kihívja párbajra, megnevezik a segédjeiket, a segéd elintézi, a sértésnek különböző fokozatai vannak, megállapítják ugye, hogy a fokozatnak megfelelően, hogyha karddal történik mondjuk, tehát vívás lesz, akkor ott kötéssel, kötés nélkül lehet-e szúrni, nem lehet szúrni, hogyan lehet. Voltak fokozatok, igen. És ez kontrollálva volt. Pisztolya, vagy mivel történik. És mondjuk itt tudom én egy kardpárbajon, és ritka esetben haltak meg. Egyébként, tehát nem az volt, hogy mindig mindenki meghalt. Benne volt a pakliba. Benne volt a pakliba, de egyébként... Hát főleg, hogy mondjuk volt engedélyező szúrás. Igen, igen, de mivel pont fokozatok voltak ezért, nem ez volt az automatikus, mert mondom, aki a mostani modern korból megítélve, mindenki azt gondolja, hogy a párbaj, az csak az lehet, hogy az erősebb megöli a gyengébbet. Mert más a véleménye. Ezt így gondolják. És ezt érzelmi, indulati alapállásból ott rögtön. Holott nem erről van igen, szó. Igen, de ránásul mondjuk egy pisztolypárbaj, amitől ugye nyilván az átlag embernek fogalma nincsen, hogy egyébként egy párbajpisztoly az teljesen más, mint egy mostani modern pisztoly, tehát ami sokkal pontatlanabb, direkt azért volt az... Valamelyre belejátszó szerencsefaktor. Igen, tehát abban volt egy istenítéleti rész, eleve ugye a távolság elég nagy volt, nem volt pontos a fegyver, tehát ott aztán tényleg benne, ott tényleg nem feltétlenül az erősebb, meg az ügyesebb nyert, hanem abban volt egy nagy adag szerencsefaktor, és nem feltétlenül az nyert,
aki a kihívó volt. Egyébként meg a sértett fél. Nem volt ildomos egyébként olyan dologba kihívni a másikat, amiben te jó vagy. Tehát igen, az volt. Tehát ennek meg volt a párbaj kódexben, le volt. Ennek, hogy kiválaszthat fegyvernemet. Sértett fél, igen, mindig választott fegyvernemet. Tehát, igen, de mondom, de ez nyilván, akik most ezt elítélik, meg akik most ezen felháborodnak, hogyha ezt egyáltalán megemlíted, hogy mondjuk ez egyébként ez egy... Ezt te mondjuk ennek az ideájába te hiszel, akkor egyrészt tudatlanságból elítélik, mert nem ismerik a részleteket, másrészt meg egyáltalán azt is elítélik, hogy miért kell neked egyáltalán foglalkoznod a sértéssel. Miért nem lehet ezen csak így tovább lépni? Miért nem lehet tovább lépni? Mai ember olyan, hogy ezeket lenyeli, megy tovább. Meg miért nem lehet... Miért nem fogadod el, hogy mondjuk az újságírók egzisztenciálisan tönkretesznek? És amit mondott a Claire Will most pontosan az, hogy míg, hogyha valami anyagi dolog ellenér sérelem, akkor azt kezeli az állam, hogy húha, akkor valami történik, de hogyha egy gyerkölcsi dolog, egy szellemi dolog ellen, a te morális méltóságod ellen, az, a becsületed ellen, azt úgy kezeli, hogy hát az tulajdonképpen az nincsen. Tehát az mintha semmi nem történt volna. És ez már 100 éve is így volt egyébként. Tehát az a durva, hogy ez már hát igen, csak már 100 éve. Sőt, és most, hogy, igen, hogy csak még az emberi minőség. És most úgy kezeli a bíróság, hogy több ilyen perben volt szerencsénk ugye már részt venni, sajnos, hogy becsületsértés, rágalmazás, és nem elég az, hogy valótlant állítottak rólad, és az bebizonyosodik. Ezt nem érdekli a bíróság. Nem. Mit kell bebizonyítani? Hogy ez neked ténylegesen anyagilag sérelmet okozott. És hogy forintosítani kell már körülbelül. Elestél egy munkahelytől, kiszámolják, hogy ott akkor mennyit. Materialista. Igen. Teljesen. És ha ezt nem tudod bebizonyítani, akkor buktad. Igen. Igen. És abba a kellemetlen helyzetben találod, hogy magadat kell sajnáltatni, hogy jaj, igen, ezért nem vettek föl, ezért rúgtak ki, rosszul néztek, igen, meg hogy jaj, a megítélésem az így esett, meg úgy esett, mert ha azt mondod, hogy csak hazudtak rólam, de egyébként mondjuk a barátaim nem fordultak el tőlem, meg az ismerőseim, akkor mi a problémája? Akkor miért jött ide? De ez olyan szinten így van, hogy ugye már voltunk többször ilyen helyzetben, és tényleg, fú, kellemetlen, meg egyébként nem is, tehát tényleg legutolsó... Méltatlan. Legutolsó esetben fordulunk csak már ilyen helyzetbe. Tényleg, amikor már nagyon durva, vagy tényleg olyan, amikor már nagyon-nagyon-nagyon bevállalod, mert egyébként amúgy fordulhatnánk tényleg évente 50-szer, de kellemetlen, meg méltatlan. Mert olyan a bíróság gondolkozása, hogy azt állítják, hogy ha téged emiatt nem ért sérelem, akkor az még egyébként lehet, hogy igaz is. Már fordított logika, meg ezt sugalmazzák, igen, mert hogyha nem fordult el tőled a családot, hát persze, ők is tudták róla, hogy az vagy ilyen vagy olyan vagy. Tehát van benne ilyen sugalmazás is, hogy neked mindenképp be kell azt bizonyítani, hogy az a hazugságnak a fokmérője, hogy mondjuk elestél attól a előnytől. Vagy hogyha nő a bíró, akkor még esetleg egy jó pont, hogyha mit tudom én, az anyukát sírt. Igen. Igen, ezek ilyeneket kell mondani. Anyukád meg nagymamád sírt. Felhívott a nagymamám zokogva, mert látta a híradóban, hogy engem leterroristázták. Akkor nyertél. Ha nő a bíró, igen. Akkor nyertél. De nonsense. És, azt nem, és mi azt nem értjük, hogy ez a teljesen logikus 2x2 mutatvány, meg gondolatmenet, miért nem jön át a liberálisoknak, és miért nem gondolnak bele? Nem gondolnak bele. Nem tudnak, általában nem tudnak megérteni más szemléletrendszereket. Én legnagyobb eszmei lezártságot eddig a liberálisoknál tapasztaltam egyébként. Tehát, hogy ők azok pont, akik a legkevésbé toleránsok, és a legkevésbé tudnak empatikusan belehelyezkedni egy másik nézetrendszerbe. Ez az én tapasztalatom. Igen. Saját ismeretségi körömbe, amikor liberálisokkal beszélek, abszolút teljes lezártságot tapasztalok mindig. És intoleranciát. Tehát nem például, hogy kifejted neki a véleményet, ő azt nem képes végighallgatni. Ezt figyeltem meg. De mennyi idő után? De mennyi ideig toleráns a faskó véleményeddel? Mert úgy hívnak minket, amúgy faskó. Hát amíg el nem kezdem kifejteni. Tehát nem úgy tudom, egy percig bírja. Tehát én meghallgatom korlátlanul,
ő így gond, elmondja az elveit, oké, okay, rendben, megértem. Akkor te egy toleráns fasó vagy. Tudom, igen, tehát én akkor arra reagálok, hogy maximum ez meg itt lesz a probléma, hogyha tehát ezt a gondolatot próbálod, tovább visszük. Tehát tartalmilag próbálod felvenni a versenyt. De hogyha én elkezdem kifejteni, akkor ezért, akkor nem, és akkor... Meg én meg azt vettem ész, igen, hogy ők ezt egy ilyen érzelmi indulatok fogják föl, lezárnak. Pontosan, igen. Teljesen, olyan, mint hogyha oda tartanád neki egyébként a keresztet. Nem, ez egy barbárság, ez vandalizmus, üző, stb. És kész. Sztyeppei barbárság. Tényleg. És nem a tartalommal vitatkoznak, hanem egyszerűen kapsz egy bélyeget, fasiszta, barbár, náci, akármi, azt szavasz. Nekem azt jeffei barbár, azt tetszik a legjobban. Tehát arra azt mondom, hogy jó, azt aláírom, legyen. Na ki mondta ezt, hogy Evola ezt jeffei barbár, illetve ez... azt jeffei barbarizmus egy, képviseli. Ez egy találós kérdés, aki beküldi a választ, kap egy Duo Gládit. Felajánlhatunk egyet? Igen, ha előfizetett, akkor küldünk még egyet. Akkor küldünk neki még egyet. Na, ki mondta ezt nekünk személyesen? Ezt nem tudom, nagyon fogja megtalálni. Egy közéleti szereplő, nem politikus, bár határeset. De határeset politikus és a közéleti szereplő határán mozog. Jó, jobban ne lőjük körbe. Szerintem. És nekünk mondta személyesen. Igen, de szerintem amúgy már egyébként mondta itt-ott. Mindegy. Hát nem baj. Tehát nem baj, azért kitalálható. Persze, oda kell figyelni. Na, de egyébként az, hogy a nézőknek felmutassuk azt, hogy a párba iránti viszonyulásunk az kellően árnyalt. Hát egyrészt ajánljunk egy dokumentumfilmet, született a Hagyaték című műsor keretében egy ilyen dokumentumfilm, ami ezt tette témájává, és vizsgálta egy nagyon jó szerkesztő csinálta. 20. század elejéig. Ismert alakok is feltűnnek ott egyébként ebben a egyes jelenetben, például a pisztoly párban. Igen, nagyon érdekes, és tényleg bemutatja ezt az intézményt. És ugyan ez a dokumentumfilmnek a végkicsengése az, hogy emellett az eszme mellett, ennek a lényegét megismerve, emellett azért kiállunk, meg igeneljük ezt. De azért tudjuk, hogy a jelenkorban ezt, tehát ez nem véletlenül szűnt meg 100 évvel ezelőtt. Tehát ennek voltak olyan félresiklásai, most csak, hogy így árnyaljuk a képet. Párbajvigécek, tehát föl lehetett bérelni embereket, hogy akkor álljál ki az ügyemért, nagyon jó vívó volt, vagy nagyon jó lövő volt, és ezzel élt vissza. Hát meg kiprovokálta. Megjelenleg az emberek jelentős része párbaj képtelen. Például. Igen, azért jól se felejtsük ki, hogy ez a nemességre vonatkozó. De ez az ideák szintjén csak van, de azt meg aztán meg végképp nem tudják elfogadni, hogy valamit úgy fogadsz el, hogy pontosan tudod, tehát reálisan tudod, hogy nem megvalósítható, de ide a szintjén hiszel benne. Ilyen a párba, ilyen a királyság. Így csak van, ezen ott kilónak, hogy milyen királyság, meg miért hiszelt ebben meg a apostoli királyság, mi az? És akkor ki legyen a király, ki legyen a király, majd én leszek a király. Ja, igen, még igen. Ez volt a téma, most ugye a műsor előtt megpróbáltuk volna összeírni a témákat, de nem szoktunk erre, illetve semmelyik adásra készül, nem elég adhok. De például igen, az apostoli királyság, és erre térjünk ki már csak azért is, mert a hozzászólók a Partizánban ezen rugóztak, hogy biztos, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az apostoli magyar királyság, és csak leírjuk. Közben egyébként megtöltöttünk már ezzel nem egy tanulmánykötetet, meg komoly. Meg a történelmi tele van ezzel. De mi is, ha már rengeteg tanulmányt ugye elültünk. De magát a királyság intézményét, jelzem, apostol királyság. Igen, tehát, ja. De jelzem, bocsánat, hogy apostoli királyság, egyébként van hozzá közül a Duo Gládi fogalomnak is, úgyhogy ha valaki ezt is megfejti, akkor nem kap, mert ez alapműveltség lenne. Havilapot. Tehát ugye az apostoli királyság, az azt jelenti, ugye, hogy a király, tehát az uralkodó, az egyben egyházi méltóság is. És de ez a magyar királyság egyik fő sajátossága. Illetve ugye a apostoli királyt, ugye apostoli királynak még a 4. Károlyt hívták, ugye az utolsó magyar király, és azért szoktuk emlegetni, hogy apostoli királyság, mert ugye ott szakadt meg a jogfolytonosság. Tehát az volt az utolsó legitim államformánk. Jó, igen, de hogy ugye kellően a... Maga a királyság eszményét, tehát a királyság, mint államforma, azt nem tudják felfogni, hogy azt mi egyébként nem holnap vissza akarjuk állítani. És akkor a Gulyás Márton, az még nem volt benne a vágott verzió, vagy megkérdezhető, az csak a vágatlanban van benne, a 2,5 órásban, hogy
nem volt ilyen felszólalásom a parlamentben, hogyha én ebben hiszek, akkor miért nem szólaltam fel a apostoli királyság összeállítása miatt a parlamentben? Jó, most ezekről a kérdésekre mit mondasz? Jó, de szerintem ez szint alatt hát valahogy. Az, hogy nem igen, tehát nem értik. Egy ideát kell fenntartani, mert... De az nem azt jelenti, hogy nekem akkor a parlamentbe kell kezdeményeznem, hogy holnap legyen királyság. Egyébként meg már csak azért sem, mert tényleg még véletlenül elfogadják, azt Orbán Viktort megkoronázzák, érted? Mert a fideszesektől kitelik. Hát vagy lesz ugye egy olyan alkotmányos... De most nyilván ez... Egy olyan alkotmányos monarchia, mint amit látunk az összes többi alkotmányos vonal, hogy kirakat az egész, egy vicc. Vicc. De vicc, sajnos. Mindegy, de mondod, tehát magát az, hogy valamiben úgy hiszel, hogy ideák szintjén, és ezt néha még majd meg is említed, azt nem tudják felfogni. Meg nem látják, hogy ennek van jelentősége. Tehát az, hogy bizonyos dolgokat, ami nagyon távol van mi ebbe a haszon? A korunk realitásától, ami a koronavírus, meg egyebek, igen, most gazdasági válság, bezárunk, kinyitunk, stb. Hát, és hogy ettől a, egy... A műhús, vagy most vagy az igen, állatok jogai, vagy van, a... Így van, és ettől egy nagyon távol idealitást fölmutatunk, és mondjuk azt jelenvalóvá teszünk, hogy ennek van jelentősége, azt kevesen látják. Egyrészt, meg utána rögtön jön a válasz, hogy miért kell ilyenekkel foglalkozni, amikor ezt a történelem meghaladta. Tehát értsd, alul múlta. Na mindegy. Nálunk, de ő náluk meghaladta, és hogyha a történelem meghaladta, akkor onnantól kezdve azt töröljük el az egészet. De akkor, akkor régessünk történelmkönyveket is. Akkor nem kell foglalkozni. Nem kell foglalkozni, akkor de egyébként ugye ezt azért mondják, mert valóban ugye a liberalizmus az egy olyan diktatúrává alakult, hogy totálissá vált, és életprogrammá, és nem konkurál vele egyébként semmilyen más egyéb igen. ideológia világnézet, hanem ez vált egyeduralkodóvá sajnos. Igen. És csak mi maradtunk itt tényleg a történelemből. Igen, tök érdekes, pont a Gulyás Márton, ugye a előttem háromban volt ott a Gajdi Csottó, és akkor hogy pont ugye vele korlátozottan értek egyet a Gajdi Csottóval bármiben, de pont valahogy feljött a ateista világnézet, meg a ugye a keresztény konzervatív világnézet, és a Gulyás Márton tök keményen bekérdezett, hogy ott utasd meg, hogy hol van itt, hol látsz te ateista vezetőket, meg a, vagy az ateista, az ateizmus hol programpont bár a magyar közéletbe. De nem programpont bármelyik pártnál, hanem ez már egy teljesen alap. Az előbb a bíróságok működését beszéltük. Persze, tehát ezt már nem kell hirdetni, mert hogy hol hirdetik az ateizmust? Sehol. Tehát mert, így deklaráltan, hogy ateistának kell lenni. Ez az ateista gyerek, akit most kirúgott a Karácsony Gergely, azt hirdeti egyedül. Ezen kívül meg, nem kell hirdetni. Meg 46-ban a 46/1-es törvénnyel, amikor igen. királyságból lett köztársaság, ott kihirdették kvázi. Igen. Igen. De ezt nem kell, tehát ez ma a mai meg világban, amiben internacionalista jársz, kezd, meg amiben tejet veszel, meg óvodába viszed a gyerekedet, abba ez minden egyes embernek az élet programja. Igen. Még nagyon sok olyannak is, aki egyébként amúgy kereszténynek, meg konzervatívnak vallja magát. Egyébként ez a velünk élő kommunizmus, mert ugye nem tudom már, hanyadik internacionalista, stb. Kihirdették, perbe fogták ugye a Jóistent. Persze. Kihirdették, hogy miben bűnös, aztán díszsor tüzet vezényeltek a levegőbe, te kivégezték. Tehát ott még programpont volt, és akkor ilyen megnyilvánulásokkal, akkor ez még téma volt. De most már elérte a célját a kommunizmus, az ment a kukába, jött a liberalizmus, ahol ez már megvalósult. Tehát az ateista materializmus, az gyakorlatilag egyeduralkodó nézete. Igen. És a mai modern embernek. Igen, amiben mondom, rengeteg olyan mai modern ember van, akinek egyébként a kinyilvánított nézete, az egyébként keresztény konzervatív vagy... De közben egy gyakorlati materialista. Persze, persze. Kedves Gyula, akkor hogyan élted meg ezeket a hozzászólásokat, amelyek például a neveden vagy a hajad viseletén. De, az megint jól, hogy elmegyek toleránsékhoz, tudod? Tehát kimozdulok a kis faskó világunkból kimozdulunk. Tehát azért, hogy tényleg, tehát hogy ne csak a saját köreinkben beszéljünk. Tehát szerintem egy tök menő, nem? Hogy elmegyünk a ellenséghez, kvázi, ahol egyébként
komfortzónádon kívül vagy, bekérdeznek. Kapod a kérdés, két órán kereszt, két és nem, mi vágjuk, tehát a vágás joga náluk van, azt csinálnak, amit akarnak. Nem tehát, kaptad meg előre a kérdéseket. Nem kapsz előre, nem kapod meg előre a kérdéseket. Figyelj, tehát azért oda kell figyelni, ott van veled szembe egy vérprofi riporter, akinek az a dolga, hogy szétszedjen, bekérdezzen, kellemetlen helyzetbe hozzon, stb. Amit nyilván bevállalunk azért, hogy tényleg ne csak a saját körünkben legyen, komfortzónán kívül legyünk egy picit, de úgy gondoltam, hogy na elmegyek toleránséghoz, és akkor ott mondjuk majd Gulyás Mártonat majd szépen levitatkozzuk, amit le kell, és akkor a kommentekben meg, mit tudom én, legfeljebb leírják, hogy nincs igazad. Itt és itt, meg hogy mit tudom én, hát azért ez az agyva, ez faskó volt régen. Még az. Csak az ehelyett, a szómagyarázat faskó, az mit jelent? A faskó az a belpesti romkocsmasz, belpesti romkocsmasz lengbe, az a fasisztának a rövidítése. Mert ezt meg én is hallottam. A faskót? Igen. Azt először... Szerintem Gyula találkozik elég sűrű rakokkal. Persze. Azt egy két év vagy másfél éve hallottam egy liberális ismerősömtől. Vagy nem liberális újbaloldali. Tehát most is megsértődnek, hogy leliberálisoznám. Tehát ilyen. És nekik van érzékenység? Igen, de az egy tök jó arc. Na és amúgy, erre mondanám most az Incebél, hogy a Gyula szereti ezeket a fura embereket. Mindenféle fura emberekkel tök jóba tud lenni. Na mindegy, az a lényeg, hogy őtől hallottam először, aztán most látom, hogy most ebbe a fórumban, mert én egyébként amúgy voltam annyira ráértem annyira, vagy voltam annyira hülye, nem tudom, hogy elkezdtem nézni szórakozásból itt a fórumot, vagy 1500 hozzászólás ott a YouTube alatt, és egy csomót meg is válaszoltam, vagy 200-at egyébként saját névvel. De elkezdtem, rászántam egy napot amúgy, tehát elég fárasztó is volt. De volt némi eredménye, csak ez már tényleg a műsor kereteit szétfeszíteni, de az a lényeg, hogy na ott aztán látom, hogy ott megy az a szleng, hogy faskó. De most, hogy miért vagyunk mi? Na de azt mesélted el, hogy amit faskónak kell szlengezni. Várjál, és akkor elmegyünk a elmegyek toleránsékhoz, és gondoltam azt, hogy na ott majd a fórumban elmegyek, hogy nincs igazad, faskó vagy, tadadadada, ehelyett minden második... A neveden érződik. Nem, először a hajamon. Hajamon, hogy mi van ilyen lolka-bolka haja. Na ezt aztán tényleg nem várod el a Lipsiknél, hogy a faskónak a haján szórakoznak. Tehát nem csak a faskónak a haján nem szabadna szórakozniuk. Állítólag. Hanem senkién. Tehát senkinek a külsőségén, senkinek a külsején nem szabadna gúnyolódni. Persze. Ez egyik. Ezt tanítják az érzékenyítéseiket. Igen. Várjál, de még ez hagyján. Aztán írta az egyik, hogy levágná. Jó, hagyjuk. Várjál. Volt egy hölgy, aki felírta, tehát figyelj, ez egyik legtanulságosabb amúgy, még mire rátérünk a nevemre, tehát felírta, hogy mi vesz rá valakit arra, hogy ilyen hajat vágasson magának. És akkor annak odaírtam, hogy például az, hogy a gyereket cukinak tartja. És akkor visszaírta, hogy na ezt el tudom fogadni. Na, micsoda érvek. Itt aztán kőkemény érvek mondok, nem? Tehát ez... Itt azért az akarat, meg a tudatosság azért az megjelenik, nem? Nem kell ezzel vitatkozni. Na, aztán jöttek a neveddel. Figyelj, tehát én azért ezt már megszoktam, tehát meg figyelj, most nyilván annyira nem érdekel, tehát annyira telibe fosom amúgy, hogy most ezen van, aki kuncog. De azt azért el kell mondjam, hogy figyelj, amióta én közélettel foglalkozok, összesen, és azért ugye azért csak nézegettem az elmúlt 10 évben is a fórumokat, meg szerepeltem kurosokat, tehát összesen a 10 év alatt nem szórakoztak tized részbe annyit csak a nevemmel, mint itt a Partizán fórum alatt.
Vagy két-három toleránséknál. Tehát 300 ember legalább, zagyva, haha, no man a snowman, haha, hű, na ez aztán zagyva, gyagya, haha. Ez meg egészen elképesztő. Tehát, és nem mondták meg. Tehát nem mondták, és utána az egyik leírta, te előtte a poént, és utána jött a második, harmadik, 153. 253. és még a 300. is. Azt meséld el, hogy te ráírtál egyes emberekre poénból, hogy csináltál velük. De nem poénból, ezt én halálkom olyan érted. Gondoltam, tehát például ebbe a vlogba, tehát azért írtam választ. Poén is, igen, de mivel ott válaszoltam ott több felvetésre, vagy fórumbejegyzésre ott névvel, meg ott vissza is írtak, viszont voltak, akik nagyon csúnyán mocskolódtak, azoknak írtam, mondjam, 25-30 embernek egyébként írtam privát levelet, nagyjából egyébként tehát ugyanazt a sablont küldtem el, akik amiben felkértem őket, hogy a Szent Korona Rádión egy cikkben foglalkoznánk ennek a fórumnak a bejegyzésének a feldolgozása, amit még majd meg is fogok írni majd. És szeretném... Komoly esettanulmány. Igen, mint esettanulmány, és szeretném, hogyha válaszolnának kérdésekre, amit majd, hogyha válaszolnak, akkor azok olyan kérdést fognak kapni, amit a bejegyzéseik alapján írunk meg. Na, azt mondja, hogy például az egyik válasz, ugye amikor elküldtem a felkérést neki, hogy zöld vagy, hogy olvastam a hozzászólásodat a partizán oldalán, tadadadadada, válasz, nem ismerek semmilyen partizán oldalt. Tehát legjobban mocskolódott. Jó, belinkeltem neki a hozzászólásait. Csak azért kérdeztem, mert itt ez a hozzászólás, és pont beférne az anyagba, belinkeltem neki. Elnézést, mert ezt nem én írtam ki. Valószínű, megint szórakoznak Facebookommal. Feltört a hekkel. Várjál, most toleráns faskó. Ha nem te írtad, akkor bocs. Feltörték már a Facebookom kétszer. Toleráns faskó. Jó, akkor elnézést. Semmi, én köszönöm. Minden jót. A felelősségvállalás mint a példája látjuk. Tehát nem az, hogy életében beállni a szavai mögé, hanem egyszerűen egy interjú keretében kifejtetni, hogy mi a rossz. Várjál, ahol vágatlanul, nem kéne eljönnie, megkapja a választ, gondolkozhat rajta órákat, nem is találkozunk személyesen, három napig gondolkozhat rajta otthon, összeírkálhatja, megcsiszolhatja, megkérdezhetjét, anyukáját, nagymamáját, nem? Várjál. Feltörtök. Jó, figyelj, volt. Mennyivel férfiasabb azt mondani, hogy feltörték a Facebookomat, és azért kerültek oda azok a hozzászólások. Ez igen. Ez a demokrácia. Csodálatos. Szelleme. Csodálatos. Várjál. Figyelj, volt, aki válaszolt. És mondjuk egy ilyen kérdést feltettem neki, hogy ön szerint sértő-e tudathasadásosnak nevezni valakit, akivel nincs egy véleményem, már ugye engem nevezett annak. Ön mit ért pontosan tudathasadás alatt? És ennyi, ezeket a két kérdést elküldtem. Első kérdésre, hogy ön szerint sértő-e tudathasadásosnak nevezni valakit, akivel nincs egy véleményen? Válasz, nem. Legalább bevállalta. Figyelj, toleránséknál nem sértő tudathasadásosnak nevezni valakit, akivel nincs egy véleményem. Erre, ebben kapcsolatban még írtam még egy kérdést, hogy mi alapján állapítja meg egy pár másodperces videó részletből, hogy Zagy vagy Gyula tudatosításos elmezavarban szenved. Van-e erre feljogosító szakirányú végzettsége? Erre már válasz. Röhögő fej, amit csak szeretnél. Na. Szerintem igen, ne kezdjünk bele egy tanulmányba, további szép napot, hogy a költőt is idézzem. Tehát itt már akkor elvágtuk a
Hát akkor ez egy tökéletes végszó is lehetne toleránsségtől, úgyhogy további szép napot kívánunk mi is. Fel a győzelemre!